járt körbe a Télvári Akadémiát. Na szóval köszönöm szépen. Ezt jó tudni. Akkor már, akkor ezt fogom akkor ilyen tökévet csinálni. Mert gyakorlatilag az elmúlt frissítés óta, nem volt egy frissítést egy ilyen 2-3 hónapja a Discord. Lakókövetület megmutassa. Jó, várj egy kicsit, állj meg. Első leckék. Jó, de... Szóval... Régen, amikor streameltem, de én sem vagyok online. Szóval, amikor én streameltem, akkor szóval mindig akkor a pöttyöm az belinult, amikor streameltem, és akkor kiírtam, mint a bazsinál. De lila. Közvetítés, és akkor nyomta, hogy mi streamel, stb. És akkor nálam is ezt mindig beadta. Amikor bekapcsolom a közvetítő módot. De az utóbbi két hónappal ezelőtti frissítés óta már nem nyomja be. De érdekes. Egyébként. Most hát tudom akkor, hogy kikapcsolom, akkor most már akkor látszódnak a nevek. Hála jó Istennek. Mindegy. Jó gyíkszorítós. Azt hiszem az Fábián. Jó estét. Hát mi a helyzet veled? Mátkőben találkoztunk már a gyíkkal. Most már... Beszéltünk a nagy sárkánnyal, a retteget pártkurnákszal, szóval... Akit már két stream óta izét, tízerelek gyakorlatilag, ezt már elzavartuk sajnos, úgyhogy... Aztán most a Télvári Akadémián vagyunk gyakorlatilag, a Skyrim Rockfortjában vagyunk. Igazi varázslóiskola, a varázsló képzőszakiskolában. Ebben a meggalagony professzor most szépen megmutatja a hálókörletünket. Hát most a Mirabelnek hívja, az már majdnem Minerva. Meggalagony. Meggalagony, papá. Hogyha esetleg becsinálnátok, akkor megtalálom egy professzor, fogja kitörni a segéteket. Megjöttem a kis kávémmal én is. Na. És te melyik fajtát kezdted el inni egyébként most? Now I'll show you to your quarters. You're going to be sharing space with your fellow apprentices, who you'll meet shortly. This is where you'll be staying. This bed and desk are yours. Please try and be considerate of others. Az ágy az asztal? Micsoda szoba? De ez szar. Nincs ajtó. Hát hol van a magánszféra így? Hát én nem lesz magánszférám. És stresszes leszek. Nincs meg a magánszféra. Míves csizma, meg minden öntött vaslábas, az nagyon fontos, baszki, hogyha főzni akar. Úgy vannak ruhák. Egyből fel lehet venni. Meg egyből izé, sörök bazd meg. Hát ott nézd meg most. Nevezetnek téged, megtanítják a neked a tudást, nevezett téged tanítványnak, és a tanítványoknak, a diákoknak fogják bazd meg, az kosárba beraknak ide az ágy mellé. Egy kis sört esetleg, hogyha... Ahogy gondoljátok, hogy most mondjuk nehéz napotok volt, kemény volt nagy tanítás, meg minden, akkor nyakoljátok be egy pár sört, és mindjárt jobb lesz igazából. Támogatják a sörivást, alkoholfogyasztást ebbe az iskolába. Hát én bazdmeg ide fogok járni, iskolába inkább. Itt elbasszák itt az ágyazást, úgy érzem. Az emberek OCD-jeit meghalna hallod, hogyha most ezt megnézik. Hogy sikerült ezt így megágyazni? Mintha magamat látnám. ilyen fogyasztva szállított granulátum és kávéfehérítő por, apa. Egy deci víz, arra még egy deci tej. Egy geci tej. De kávéfehérítő por beszarsz. Ilyet még soha nem használtam. Kávéfehérítő port meg ilyeneket. Ezt jó tudni, hogy van ilyen. Yeah.
Igen, és most be kéne járjunk szépen a Télvárának az akadémiáját, hogy mi a helyzet újságosságban. Befelem egyébként neked nincsen kedved jönni izélni? Csázni, meg csőzni. Csőkettőzni, csákettőzni. Ó, ezt mindent levehetjük. Adj ide nekem a vacsorát. Az összes az enyém. Mindet énesem meg. Igazi Luffy megoldással. Többet fogunk enni, mint Luffy. Mint Luffy. Almás pitét. Add ide a söröket, borokat. Jó kis mézsör. Mézsör. Ó, valaki talsz nagyon keményen. Húha. Nem tűnt nekem biztatónak ez az ember. Gyakorlatilag egy helyben fekszik, még csak mozogni sem mozog. Itt van a szeme, mint hogyha ez meghalt volna itt. Bizonyítottak, hogy nagyon fontos kutatáson dolgozom, bazd meg, az ott alszik, mint aki meghalt volna, bazd meg. Miben segíthetnék? Végül is jöhetnek. Jöhetek. Mindjárt, akkor elkezdem letölteni. Na. Oké, és jelesek nyugodtan. Fiatsz egyébként. Miért több vagyunk annál faszább, elvire a pistol famos sem tud most jönni. Így most akkor lettünk volna hárman gyakorlatilag. Én lettem volna Gergő meg a Laci. Úgy akkor elvihaz te is, akkor leszünk már négyen. És így az eredeti négyes felhozottal, akkor már Gábi meg lesz. Itt van még egy ember. Ha, mondjuk a picsábaink. Szóval van itt egy második emelet is egyébként itt a háló körleteken. És van még egy szint. Még egy magasabb szint. Még koszorú. Ez már kivezet valahova. Hol visz ez most ki? Maga a kivisz. Ez egy édes fehér por, amit magába enni is tök finom. Tényleg? Ha. Ez érdekes. Olyasmit nem kóstoltam. Lehet azon mélázott, hogy miért úgy van megvetve az ágy. Istenem. Az élet nagy dolgaim mélázott szerintem. Arkánium. Az akvárium. Jó. Most én letöltöttem egyébként az izét. Nem tölsz lájkot. Hát nagy baj izéltem, itt szarakodtam vele, könyvtárba jeztem, aztán esetese töltődött. Lehet le van töltve, jó van akkor. Akkor jó. Mászó is játszik éppen valamivel. Vortándőrözik a nyomorult ember. Az egzes ember. Hoppá. Urag. Urag Grósub. Ez az Arkánium, ez a ilyen könyvtár. Akar lenni. Tőle lehet megtudni dolgokat az ősi tekerső elvileg. Nagyon komolyan veszed a munkát. Ősi tekerset keresek. Éppen segíthetni. Értékes könyveket tud megszerezni nekem. Veszélyesebb helyekről. Éjszak egy kis kalandra, hát mi is ne. Scribble down the last place I'd heard about. Check it out, but be careful. Legyél óvatos. Jó van. Legyünk közös ez a könyvtár. Ő is például baszki egy izé. Nem egy ork, hanem valami más faj, de most meg nem tudom mondani hirtelen milyen faj. Igen. Most sem bírtam ezt a csét, pedig régen akkor volt barátom, velem is akart játszani. Legalább vele rengeteget stronghodoztunk. Na, az jó. Mikor is kezdenénk? Hát, ilyen fél kilenc körül? Fél kilenc. Igazából. Úgy beszéltem a Gergővel, hogy kb. Fél kilenc nyomnám ezt a Skyrimet, és akkor utána kezdenénk el, de szerintem mire eljutnánk odáig, hogy most mindenki elkezdi a saját streamért, beköszön, beszélünk, stb. Lesz 9 óra, mire elkezdjük a tényleges játszás, úgyhogy kb. Inkább 9.
Inkább. I have a few things laying around that weren't worth adding to the collection. Nem volt érdemes a kollekcióba tennem. Na nézzük. Milyen könyv. Mi a... Please make sure your hands are clean before touching anything. Például rövid története. A farkas királynő. A farkalós királynő. És itt farkas királynő. Második könyv, harmadik könyv, negyedik, ötödik, hatodik könyv. És van az első. Élvesző. Jó van. Alla! Egyem ki a... Egyedet! Geci! Palla! Megbeszünk a pallát! Pallácskám! Te hogy itt a legszebb itt a vidéken! Hát ez messze... Hát hiszem... Hát... Mindenre gondoltam, csak erre nem gondoltam volna, hogy pont egy palla lesz így könyvben, az meg... Lesz a... Lesz a könyvtárban, az meg... Én szeretném kérni a Palla című könyvet. Ja, hogy van? Palla? Egyem ki a... Segedet! Egyem ki a... Hánykenet 64-es, gyúrok minden, esküvőt Robikó lesz, hónap. Temettem 1,2 milliárd, az esküvő? Vagy temetés? Mikor lesz volna? Esküvő. Esküvő, tudom mikor lesz volna. Övettem 1,2 milliárd, ott lesz mindenki, a görög is! A görög is! És ez az első kötet ráadásul, vágod? Ennek van több kötetje, de valamiért csak... Itt csak egy van. Palla. Emlékszem még a napra, amikor először hallottam e nevet. Nem is olyan régen, egy történetmondó esten történt. Egy nemesi birtokon. Mir korruptól nyugatra, ahová váratlan meghívást kaptam én és a mágusok céhében velem együtt tanuló társaim is. Az igazat megvan, nem kellett volna annyira meglepődnünk a dolga. Nagyon kevés gazdag család lakott Mirkorupban. A terület fénykorát a távoli másodkorban élte, amikor a tehetősebbek számára menedékül szolgált. És megjegyzem, illő dolog, hogy a varázstudók is megjelenjenek egy természet feletti ünnepélyen. Na persze nem azért hívtak, mert különlegesebbet lettünk, mert talán többet értünk volna, mint a cég egy más, egy kis előesének szedett tanulói, hanem mert, mint azt már említettem, nem volt sok választás lehetőségünk. Kosival, ja igen. Valla az én ismert, egy, szerint egy, a templomi miséző kehelyre rakott nézetes, kemény fedőlap. Az jó. Azt hívják Pallának. Krisz, hányszor fogom belépni abba a kurva játékba? Geci... Most is kilépett. Ha volt a kanguru, mindjárt be... És konfigurálja most a játékot, hogy ki meg be. Istenem. Azt a kurva. Ahelyett, hogy ide jönne, látod? De most teljesíteni kell a kötelezettsége itt. A Gergőnél. Most nem kezdem el tovább olvasni most. De tök jó egyébként, hogy itt vannak ilyen kis történetek egyébként. Vittem dolgokat, és méltányolás hiány vissza kívántam térni a napi teendőimhez. Ilther mester visszahívott. Fiú, mondta a pocakos öreg, miközben a kezembe nyomott egy tárgyat. Ez semmi sincs meg. Egy kis fekete korong volt rúnákkal teleszőve, amit... Röses narancsárga csontforma ékkövek öveztek. Sajnálom, magiszter, dadogtam. Azt hittem, ez a tárgy érdekelni fogja. Tök jó kis történet, tök hosszú adásul. Tök jó kis történet egyébként, belegondolsz. És nézzel, milyen hosszú kis mini regény igazából. Emlékszem arról az estéről, tudtam, hogy meghívót kaptam a következő étkezése is, de agyam és szívem egyaránt örökre a szobor fogságába került. Visszatértem a C-be, de lázas álmaim nem hoztak megnyugvást. Úgy tűnt, minden fehér ködbe burkolózzuk, kéve egy gyönyörű, félelmetes nőt, Pallá. Istenem, Pallá. De egy bipálás aktív. Na, bazd, hát szerintem most túl sokat foglalkozik most szerintem a laptop beszereléssel szerintem.
De várjál, mert most van még... De menjél el! Mi vannak beszélgetéseink? Beszélgetni kell az öreggel. Az Urag Grósubbal. Urag Grósubb. Subabá. Subabával beszélni kell. Szóval én valószínűleg tudom gyanítani, hogy konfigurálással bíbelődik a Kristóf, és emiatt nem túl aktív igazából. Szerintem még a vége lehetséges, hogy azért konfigurál ennyit, mert lehet, hogy végén mégiscsak jönni fog chase-ni. Mondjuk hát mondta, hogy beteg elvileg, úgyhogy elvileg betegséget elkapta. Taknyosz meg torok fájást, torok gyíkot, elvileg. Valakinek a megbízása vagy itt, fiam? Természetesen. Van itt egy? Megmutattam neked? Hát maradjál már. Nagyon titokban kéne tartani. Nagyon tolvajosan tudna, hogy ugyan sem hozzáérni. És miért ezt a sárkány szülött el? Így van. És hogy meggondolta magát, és ő még nem is akarta azt, hogy megmutassam neki, szóval gyakorlatilag, hogy egyből bízott bennem, vágod? Ő nem izért, nem kételkedett bennem, hogy tényleg? Biztos? Biztos, hogy te vagy a sárkány szőtt? Nem csak így izért ide jöttél, ami random elhű a gyerekesek elkezdte így mondogatni, hogy én vagyok egyébként a Dragon Ball. Nem vagy... És akkor mondaná azt legalább, hogy akkor mutasd meg! Kiáltsál rám! Üvöltsem a büdös leheleteddel, üvöltsél, bazsnek! Böfögél le! És nem böfög le. Nem akarja. Tehát azért, mert most mosta meg a fogát, aztán nem akarja, hogy büdös legyen a ruhája, mert most mosta meg a izéjét is, a ruháit is mosett ki most, hogy lehetséges, mert most fogyott le, lehetséges, mert nem akarja ezt így megoldani. Hát mindegy. Vannak ilyenek. Van ez így. Lesz ez még így se, nem? Hát figyelj, hogy van ez? Várjál már. Most is tettük az oldalt. Na, szóval igen, vannak különleges könyvek esetleg, amiket kerestem. Hallottam már Charlie Dorról. Sándorról? Ezek egyre unszimpatikusabb fazonok. Mi ezek? Hát nézd meg, milyen fantasztikus könyvtárat üzemeltet. Bölcsember. Hova megyek? Hova megy, mennyi? Maradjál itt eljedet. Ide teleportál, gyerek? Sajdor meglátásai. You can see me? Te látsz engem? Mi a fasz? Láthatatlan! Láthatatlan ember! Ilyen eldolhárud van! Szerintem illúzió mágiára tanítanál. Ez tök jó. Mi? Nem tudok többet. Ne basszál meg. Jó. Szóval micsoda szépséges kis könyvtár. Helyreállítás a mágia fontos iskolája, amit érdemes tanulmányozni. Helyreállítás. És mit állítunk helyre, bazzeg? Szüzesség elvesztését? Azt állítjuk helyre. It can make life difficult when one's colleagues fail to recognize the research one engages in. Kereszt apa 3. Mi a fasz? Kiképzést szeretnék. De mi ez az 5? Nem vele tanultam, hanem a másikkal. Ezen a szinten. Hogy most konkrétan meg kell várnom, amik szintet lépek? 10-10-es szintre? Ez kurva jó. És nem tud csak úgy benézni a könyvespolc részekre is. És konkrétan a könyvespolcok le vannak zárva, szóval így faszán le vannak zárva, szekrényben vannak helyen, szóval tök izé.
It's going to stay pristine, understand? De most várjál már most. Mindig írja, tudod, üstökes helyét. De nem tudtam még mindig meg, hogy most beszéltem vele, és mégsem mondod semmit. Üstökel csak számba vétele. Ott van. Számba vétele. De számba teszik. Én mindig írja egyébként, de olvassuk el ezt. Hol vagy? Ja, itt. Számba vétele. Te így sem. Adj a nyolcadikat. Te így sem kaptunk semmit. Igazából. Az igazi ősi tekercsek megvalósítása. Ja, hogy itt vannak. Emlékezés az ősi tekercsekről. Hát vegyük el ezt is. Ősi tekercsek hatásai. Mi lesz Uragort az őrült könyvvel kapcsolatban? Benézzek Ipasonyihoz. Téker. Okés. Mondottam, nyitj csak be. Szevasztor. Úgyis mindjárt kezdjük. Vagy inkább egy óra múlva kezdem én már a izét csézés, hogy akkor fejezzük be. Az elmélkedés könyv felfoghatatlan. Septimus Cygnus munkája. Hova ment? Somewhere up north, in the ice fields. He said he found some old Dwemer artifacts. Arra, ahol mi már jártunk egyszer, széltető mellett egyébként. Mentünk a vérköpényeseknek a próbájához. Oda kegyek, oda visszamennünk. Voltak azok a faszom horkantó genyóizék. Rozmárok. Hát egy kicsit arrébb, itt a kígyók, hogy itt mentünk, és aztán ide kell nekünk menni. Azt mondja, hogy tök messzire elment, azt gyakorlatilag itt van gyakorlatilag egy köpése a Télvári Akadémiához képest, egy köpése van gyakorlatilag a Septimus egyébként, de mindegy. Hát ma nem fogunk szerintem oda elmenni, mert úgy érzem, hogy az egy hosszú... Sok minden lesz itt. Sok minden van itt ezen a Télvárában, úgyhogy itt tiltott legenda. Vizsgál meg Gauldur legendát. Aha! Érdekes. Megérteni, mi nem evilági. Vajon mi van? Ott van Septimusja. Épp most szedtem elő én is az 1480-as ősnyomtatvány könyvlapokat. Mátyás király életében nyomtatták. Tép egyébként. Durva belegondolni. Igaz, láttam egyébként azt, amit mutattál, mert amit küldtél. Olaf és a sárkány. Hát durva egyébként. Ilyen régről készült könyvek is még mindig élnek. Vizsgáld át Arkham's romjait. Elolvasol csomó könyvet, és csomó, és a legtöbbjükben azok ad küldetést, szóval szerintem tényleg annyi küldetés van ebben a játékban, hogy leszopod magad szó szerint. Ha most például én most fognám magamat, és valami ilyen mazoista megoldásokkal, főmágus lakosztálya, az igen. Mazoista megoldással most azt megoldásra operálják, és azt mondanám, hogy jó. Akkor kiszázszázalékolom ezt a játékot. Kiszázszázalékoljuk ezt a játékot. Hát legalább benne egy 20 stream, vagy még akár több is. 25-30. Ja, azt a másikat, ami 1696-os, akkor arra gondoltam akkor. Hát te honnan szerzel egyébként ilyeneket? Hortalás ilyeneket. De várjál. Hol vannak azok a ruhák, amiket adott nekünk a nő szemét? Ezek a csukják? Nem hiszem.
So, as I was saying, the first thing to understand is that magic is by its very hát, nem ilyen csukjás varázsok köpenbe vagyok. Unless you can control it. És éppen izé van itt. Tanítás. Sir, I think we all understand that fairly well. We wouldn't be here if we couldn't control magic. Of course, my dear, of course. Tíz éves, hogy ütöttem. Ennek közöttem a kis megtakarításaimat. De honnan tudtad ezeket megvenni? Antikváriumokban nézelődtem. Ja, és akkor honnan lehet venni? Ez szép. Hát elég drágák, nem? Egy ilyen könyvek az elég drágák. Gondolom én. Elég sokba fájnak azért. Eagerness must be tempered with caution, or else disaster is inevitable. But we've only just arrived here. You've no idea what any of us are capable of. Why not give us a chance to show you what we can do? You've been quiet so far. What do you think we should do? Itt csöndben voltál. Nem tudom, mit gondoljak. Biztonság mindenek előtt? Gyakorlatiasat kellene tanulnunk. Is that so? See, he agrees with us too. Why don't you actually show us something? Mutassad meg akkor. Mutassál valamit, gyakorlatozni kell, nem elmélkedni. Ez nem elmélt óra, gyakorlat óra. Hegesztés van, és most nem mutatták sosem hegesztés, mindig csak beszéltek róla. Sosem mutatták meg igazából. Volt az utolsó Bisper ezerért. Aha, utóbbi időben már csak mutatták, mert szoktam venni. Abba is minél régebbit. Ja, értem. Nem ismerek egyetlen védőburok varázslatot. Na ez mondjuk, azt mondjuk, na ez hatalmas ez például, ez a védőburok varázslat. Kis protégó, az kell. Kisebb védőburok. Na. Várjál. Kisebb védőburok. Mert van egyébként gyógyító varázslat is, és ezt teljesen elfelejtettem használni. Hát igen, csak elég hamar abba marad. Egy gyorsan elhasználja a varázserőt. Na. Pont elfogyott egyébként. Protégó nem egy képesség a Hogwarts-nak eszébe? De, meg hát a Harry Potter franchise-ban is egyébként a védő varázslat igazából a Harry Potter szériába. A Protégó. Protégó! Protégó! Rictus Emperor! Teljesítve első leckék. Sártál mélyén. Ó. Tehát lesz egy ilyen izé is, amikor le kell menni valami katakombába, valami ballamba, és akkor ott lesz majd ilyen óránk. Küldetésünk. Elszveír. Új vagy igaz? Szakértél vagy már a pusztóba állásatoknak? Hát még nem éppen. Még nem, de fogok. But Zargo will know them first. És a Zargo előbb fogja tudni, a Zargo. Zargo. Ilyen nevet, geci. Egy igazi cigány. És hát első, hogy saját magáról beszél, vágod? És akkor is első szám harmadik személyre beszél. És a Zargo előbb fogja megtudni majd. Tudod te, hogyan kell majd izért cipőt kötni? Hogy tudod, hogyan kell be azért beindítani a jó kis 22 éves kodapámiát? És a Zargo azt jobban tudja, hogy... Mert amikor izé van ez a... Tudod, a Harry Potter filmben, amikor izé... Ezek Nimbus 2001-esek, honnan vannak, és akkor Dráko apja a tőket, és akkor helyette itt... És akkor honnan vannak? És a Zargo apja a tőket, vagy a Zargo... Zargó volt, aki megadta a könyvtelenyt. Istenem, bazdmeg. Egy ilyen macska bácsi. Macska fasz. Szóval Zsolti. Most jöttem haza a munkámban. Na szép. Meg voltak akkor nagy izék. Black Friday-ek. Cezárgó. Cezárgó reméli, hogy felállítja a dolgokat, hogy hatalmas mákussá teszik. Cezárgó. Ilyen nevet, Jaci. Úristen.
leszapom magamat ez a neven. Tudod, nem minden verseny. Én magabiztosnak látszom magad, magadban. Zárgónak is sok mindenre meg kell győződnie. Zárgó, kétségkívül sikeres lesz a Zárgó. Ilyen bírom, bazzik. Mages and Cyrodiil are all about Cyrodiil. The Synod in the College of Whispers. Nagy emberseregek. Meg volt a Black Friday, és akkor rengetegen negromoszat téged. Mindig mondták, hogy bazzik, ez mennyibe kerül, az mennyibe kerül. Most van a 666 féletkozó. Ojaj, ajaj. Jó hangzik, az ördög jele. Ördögök megátkoztak téged. A démon. Szia uram, ipa jöhet. Ipa jöhet. Sámogy Zsolt, ezt hozhatom a sörödet? Hát most egyből a Zsolt is ipát akar inni. Most a Storm még itt lenne, akkor azt mondaná, hogy na végre valaki. Hát egyből a íze, az ipa. Nem láger, ipa van. Egyébként... És közben egyébként eszembe jutott, már mondjuk mégsem, mert nem jutott sem meg fogtani történni. Úgyhogy, hogyha össze tudtam volna hozni, hogyha össze tudtam esetleg hozni azért a hétvégén olyasmi eseményt, hogy el tudjak menni esetleg oda a Budaörs, amit mondtál, akár egy székvásárlás miatt is, akkor akár akkor is odaadhattad volna esetleg az izét. A remote-ot, és akkor nem kellett volna esetleg a csomaggal bírva ölni, ha úgy van. Nem levélbombát küldtem. Miért nem? Pedig azt hittem. Még abba reménykedtem, hogy valami ízért. Ami igazi szeretett csomagot fogsz nekem küldeni. Levélbombát. Buda ösztön csak egy köpés tőlem. Na, látod? Ennyi. Pontom, eljöhetnek a kenyér szeretelések. A Zárgó. Unmund. Az északi. Te is északi vagy. Ahogy a világ többi részétől. Mit nincs sok északi az akadémia? Nézem összére a csárdot. És küldhetnék neked lapos kenyércsomagot. Lapos kenyércsomag. Csak hát ki tudja, lehetséges, hogy mire megérkezik. Szóval nem jó ilyen ételeket küldeni csomagban, mert azok megromlanak szerintem, mire megérkeznek ide. Szerintem. Eltakarítja minden felhasználható anyagot a közösségi. Milyen sokan vannak itt most? Finish. If you require assistance with summoning techniques, please. Megidéző technikákkal kapcsolatban. If you would, please also contain your summons to the college grounds. The locals do not need to be agitated further by Atronachs roaming their town. Aha. The summoning of undead is even less advisable outside the college. Ugyatek már a sajtot. Hát azt kéne egyébként, minél több sajt. Úgyis, hogy imádom a sajtokat. Gondoltam már rá, csak nem tudom, hogy hol lakik. Nem tudom, hol lakik. Nem lehet, ez nincs az Isten. De ez abban a sajtnál is, az is izél. Jó, az nyilván tovább bírja, de... Nem tudom. Sok idéző van akadémián kívül. Falion is the only one I know who is public about what he does. He was once my teacher here, but left the college years ago. Fókus edelmi sajt, vagy izé... Márszki, vagy ementáli, lyukacsos sajtok, azok fuá. Imádom azokat. Ezek az összes kamember. Mindenfajta sajtot szeretek egyébként. Sajt ingyenc vagyok én. Hiányzó tanítványokról. Tihetek jelenti csoport teljesen eltűnt. Te mondom, itt annyi küldetés megindul, bazzeg itt ebbe a Twitter-elvári akadémiába, hogy beszarsz. Itt is tesz egy ilyen küldetés, hogy meg kell keressük a elveszett tanulókat. Külső világban.
hova a csodába mehettek, mióta nincsenek meg? Elmegy hónapja. Let me think. What were they working on? As I recall, Yisra was trying to improve the spells spells hogy jobban működjenek ékoszorod ideg érzetében. Kicsit drága, de az ízük mennyi. A híres, híres neves cheese sajtból, amit ajánlottam még régebben. Ja, igen. Olyan fajta sajtot, amit te mondasz, szerintem olyat még nem ettem, szerintem. Ízük mennyei. Drága. Nem hangzik jól. Hírt. Valaki ír Discordon, mert most már nem Facebookon jönnek, most már Discordon írnak. Istenem. De hol írtak? Na mindegy. Gergőnél? Nem. Ennek volt. Akkor mindegy. Fondue burgert, próbáljátok ki a burgerekében, ehető orgazmus. Hát azt láttam én is, bazdmeg, egyszer rohadtam meg akarom kóstolni én is a fondue burgert. Meg a Laci megkóstolta már. Meg kell mindenképpen. Muszáj. All right, then. De Penfi mondta, hogy hiányoltak, ezért megköszönök ide is, azt mondja. Hát, volt hasonló dolog egyébként, igen, előfordult. Szevasz Kristóf egyébként. Csak mindig egyébként mi csak megbotrálkoztunk azon mindig, hogy fontosan láttuk azt, hogy hogy 10 percenként bekapcsoltál más játékot, aztán intottál, megint kiléptél, megint beléptél, minden volt. Jézus Kristóf itt van. A Jézus Kristóf ott a fiad által. Ott a fiad által. Már rá is már kérdezte bazzeg, hogy bazzeg ez a gyerek ez hányszor fog kilépni a belépni a játékba? Mikor fanyaszor fog enyíteni azt a kurva játékot? Pontosan így mondta a Ryan, hogy vagyis írta, vissza tudom még keresni. Gita Dry. Krisz hányszor fog még belépni abba a kurva játékba? Így ír. Ennyi. Látod? Ott van, teszteled a laptopot. Ugye az erősségét? Honnan szerezted a laptopot? A rokonságban volt neked, vagy esetleg már régebben volt neked laptopod? He didn't like the Archmage. Hated dealing with him. Hated having to answer to him. Falion said he hated what this place was becoming. So he just left. Arryn found a note on his desk, and that was it. Iskolás. I understand he settled down in Hjolmarch. And his presence there caused something of a... Istenem. Az kemény. El tudtad kérni iskolától? Idézést én tudsz tanítani. Az a baj, nem tudok addig, amíg nem léptem szintet. Sajnos. Hát akkor ezt hagyjuk, anyagoljuk szerintem. Ezt a védőburkot. Mondjuk helyette... Rakjuk be két kézbe a tüzet. És akkor most már van ez a sártál mélyén. És van egy újabb tanóra lenne gyakorlatilag. Torv Dír, aki tanította nekünk ezt a védővarázsatot, arra kérte a tanítványokat, hogy találkozzunk vele Sárthánál. Az akadémia egyik jelenlegi zajló kutatásának helyszínén. Neki kap egy ilyen laptopot, még ide jár azt hiszem 7. osztálytól. Az igen. Milyen menő kis iskola, hogy nekem nem volt még ilyenem. Írja be az, hogy eltöltött napok 18 eddig. Kitakarított útvesztők egy. Eddig csak egyen sikerült. Elfogyasztott étel 186. Látod mennyi minden van itt? Teljesített küldetés 18 eddig. Főküldetésből 11, egyéb célok 16,
mellékkötés az 2, kompania kötés 1. Hát igen, még olyan sokat nem csináltam, ami mellékküldiket. Igazából. Most ebben lehet váltani a Half-Life-ot ingyér, de egyébként melyiket lehet beváltani, az első részt? Az abban is most nekem már megvan. Most nekem már megvan. Az egyébként ne aktiválják már ilyen sok jelzőt, mert baszkíző. El fogok tévejegni. Szóval most még már nem állott neki ízé fölküldés, azt szerintem esetleg ilyen mellé tucokat megcsinálunk. Mondjuk megcsinálhatnánk a ugazott koronak küldetés, vagyis a izét. Függőfok. A viharköpenyeseknek a küldetését. Itt széltető mellett közel van. Várjál viszont, most teszem, hogy hol? Valahol vettem izét. Lovat, de már nem tudom, hogy hol vettem. Azért pont a marketba vettem geci lovat. Meg sodrásba is volt van lovam most. Húl jó, mint a legvégén vannak azok a lovak, hallod. Hát akkor az kukás akkor. Sárthál. Még ez közel van igazából. Hát mindegy. Igazából ez van a legközelebb hozzá. Hagymája, tanya. Ez meg itt Kratos. Azt figyeld. Nem csak ingyen esett, de most kapott egy nagy baszó update-et az évfordulóra. Úgynevezett definitív edíciót kapott. Mi? Az első. Tudod, mit update-eltek? Az igen. Grafikai update meg hasonló. Az mondjuk fasza lenne. Ők fasza lenne, hogyha lenne, kapott volna ilyet. Definitív kiadást. Maxim, jó estét! Hát szevasz. Mi az újság van veled? Itt errefele. Hogy érzed ma este magad? Hogy vagy? Nyomasz ma a streamet? Vagy most pihensz? Most jöttem az edzésre. Az szép. Izé? Erőléti edzés? Testi edzés? Kardió meg ilyenek? Bodybuilding? Vagy valami hasonló ilyen tematikus edzés, igazából ilyen sport. Megküldöm szerverre a weblapot. Amúgy nem kardio, ez küzdősport. Küzdősport? Versenyre készülsz, az szép. Versenyre készülsz. Leszarás. Neked akkor küzdősportod van. Na milyen jó egyébként. Jók azok, nagyon jók azok a küzdősportos meg lehetőség. Hogyha versenyezel, akkor el tudsz érni vele nagy sikereket igazából. Főleg, hogy tényleg jól űzöd. 3 is van. 3 küzdő sport, amit űzöl? Ez mondjuk az kemény. Beküldöm szervere van, igen. Ökölvívás, birkózás, judo. Az szép. Hát akkor veled nem kekeszkednék szerintem, akkor veled maxim úgy érzem. Azt igen. Ökölvívás. Birkózás. Hogyha birkózás megesz, akkor mehetném az egy pankrátornak is akkor bazi. Majdnem megvan mindegyik kahó kivéve a 2. Csak erre a laptopra nem akarok krekkelni. Na megint a krekkelés, hát ez a baj. Itt ezt is meghekkelik majd a faszomba. Ajaj, jön a következő sárkány már. A 68. sárkány. Közben old már fel ezt a barlangot gyorsba. Csillámköd barlang, és VS sárkány, vágod? De már neve sincs. VS sárkány, de ez jeget köp, vágod? Ez jeget. Ez jeget köp. Hát, ezzel nem lehet. Azt hiszem a sárkányvész, pont a sárkányvészszel lehet azt csinálni, hogy le lehet taszítani a sárkányokat az égből. Olyan ezért kell nekem a tűzre hellett.
Tethesz harcra készült, az igen. Maxim kollégával beleköt. Szívószán leszünk majd a hamburgert egy évig. Két évig minimum az, hogy örülök neki. Én pedig rengeteg kenyeren sütöttem a Strongholdban. Kisül elfügtem. Hát látod a Stroke Stronghold? Bazd meg. Maximum az egy személyes hadsereg, nem a Terminátor. A Terminátor hozzá képest kutyafasz. Mindjárt meghalok. Jajjaj. Milyen szépen néz ki a kis sárkányocska. De szép feje van. De szép macska. Most hova lett a izé? Most... Emlékszem bazdnek, hogy olyan izét... Élettöltő szart... Én bekaptam. És elvettem. Az asztal alól. De jó ez, hogy éppen meg legalább akkor a tárgyú veli után legalább egy újabb játék, amire kicsit elfügsz legalább. Én biztos vagyok benne egyébként. Biztos vagyok benne, hogy a Benezóra is ráfügnél simán, lazán. Csak hát csak sajnos az a baj azzal, meg nagyon nagy a gépigénye sajnos adnak a játéknak. Az igen! Ez tök fasza. Gyorsan gyors mentettem, baszki. Hagyjál! Hagyjál már! Visszavonulót kell fújni, baszki, mert szarba vagyunk. Centi vagy. Ha 190 centi magas, akkor kb. Annyi magas, mint én. Ott van a rohadék. Az igen. Jobban, felfogtam. Hol a izé? Hol volt az így? Véletlen eladtam, hogy mi a fasz? Helyek közben nem csak íze gyors mentéseket kell csinálni, menteni is kell, csak úgy komplet nagyba. Azokat legalább fullba elmenti. 175 vagyok, fel kell majd néznem le, ha találkozunk egyszer. Én 194 vagyok egyébként magasságban. Nem az óra és a Cities Skylines, ez egész biztosan csak azok már. Ugye szerintem, mondom Penfi, próbáld meg a Cities Skylines első részét, a legelsőt. Azt próbáld meg, és azt szerintem vinni fogja. Gyerünk, azaz! Megvan. Köcsök sárkány. Kijátszottuk a rendszert. Rohadjál le. Égél a pokol tüzsébe. Bátyám 194 centi magas? Igen. Ja, keske nekem jön beszélsz. Na szóval a Spyro Gellyel hasonló magasságban vagyunk. Ezt jó tudni igazából, látod? Na 175. Ahogy akkor... Igen, ahogy veszük, az az átlag magasság igazából. Már mondjuk most már azért, ahogyan elteltek az évek, az elmúlt 10-20 évben szerintem azért változtak az átlagok, szerintem most egy kicsit az átlag inkább a 180 fölötti. Szerintem. Magas kisbátom is 194 centi magas. Ki kell törjem a nyakam. Ki kell törjem a nyakam, azt mondja. Jaj. Hát igen, de azért még mindig a 190 fölöttiek, azért az már az átlaghoz képest az már magas szerintem. Már kevésbé lehet mondani átlagnak. Az átlag szerintem 180 körül.
Az átlagos. Na már megint farkasok. Azt figyelj, hát a sárkány lehellett, tűz lehellettel. Sepelsz alatt megpusztultak. Óriás! Egy óriás! Most nem kérek belőle köz, most tartalékolnom kell. Az erőmmel. A küldetésre. Mert csak egy fél óránk van hátra, aztán utána megyünk. Sok pittyegés, verjem. Ezzel megérkeztünk a Korván Jundra, hogy tovább haladhassunk a viharköpenyes szálon is. Azon se árt. Azon se árt tovább haladni. És akkor itt lesz. Várjál, közben ezt szakítsuk meg, mert mondom, szakítsuk meg. Itt vannak a viharköpenyesek. Haverok. Kálmár és Ralof. Tudtam, hogy be fogsz állni. Mondja, fiatalság között már egyetlen az ilyen világító torony, hogy neki apja annyi és két méter. Ez nem tudni egyébként, nem tudom, hogy mitől van. Az emberi magasság átlag azért mostanában az elmúlt 10-20 évben azért eléggé megváltozott, és meg, és nagyobbodott. We've got a job to do, and nothing's going to stand in our way. Hail Galmar. What's the situation? Cold as the inside of an ice rink, huh? That and some superiors are camped out around the edge. Most foghatnám ott, és átválthatnák izére, ugyanarra a viharköpenyes rucira, de én inkább maradok ebbe, mert kicsit az, azért valamilyen szinten hasonlít ez a ruha. A hozzájuk, ez is egy északias ruci, úgyhogy meg ezzel kicsit meg tudom különböztetni magamat a többiektől, hogy én nem egy kis átlagos katona vagyok, hogy mi, hanem én vagyok a király. Én vagyok a legbaszóbb a harcosok között. Kész nálok, menjünk, kapjuk el őket. Nem is arra néznek egyébként, de aki elnéz, elmereng a távolban, mondja, hogy készen állok a harcra. Oda se nézek az emberekhez, de készen állok. Na, emiatt is szálltak el az ára. Áraik. Hát? Rejtek liget. Ki tudja? Nézem, ez a baracskai sajta világ 5 legjobb sajtja között van. Igen. A világ. Nem Magyarország, hanem a világ. Mi a fasz az? Fafúria. Még ilyetettől beszarsz. De sikert legyőzzük. Szívgyökér. Szerezzünk a fogazott koronát. Menjünk akkor. Basszunk oda. Ott vagyok. Ott vagyok a köcsögök. Rohadékok. Biodalmiak! Pusztuljatok, biodalmiak! Mind az enyém! És pont beleszálltak, teljesen jó volt. Györcsi zavar az elsően lett leválogatva. Az ez kemény mondjuk. Akkor én már egyértelmű, hogy megérné megnézni őket. Vagy milyen sajtok lehetnek náluk azért.